A nem várt hideg miatt a legtöbb helyen kevés, vagy már el is fogyott a tűzifa január végére. Ezen a tűzépen azt mondják, még nyáron lenne érdemes beszerezni az elegendő mennyiséget, ugyanis a hiány mellett az is probléma, hogy a vizes fának nincs olyan fűtőértéke, mint a száraznak. Népszerű és olcsóbb tüzelőanyag a lignit, ezt a színfajtát azonban már csak ebben a szezonban vásárolhat a lakosság. Tüzelő termékeknek a készlete is megcsapant mindenhol, tehát legyen az erdészet, legyen az külföldi beszállítás, legyen az bármilyen más beszerzési lehetőség, illetve ugye a környezetszennyezés növekedése miatt is, ha jól tudom, akkor kormányrendelet fogja tiltani most már a Lidniknek a lakossági forgalmamba helyezését. Míg egy mázsa akácfa átlagosan 3500 forintba kerül, a lignitára mindössze 1300 forint mázsánként. A rendelet azoknak okoz majd problémát, akik anyagi helyzetük miatt eddig sem tudtak fát vásárolni fűtőeszközként. A fa hiányának mértékét az is mutatja, hogy ennél a vállalatnál például külföldi akácfát nem is tudtak idén szerezni, csak a hazai piacról vásároltak. Így hiába lett volna igény heti 2,5 kamionnyira, csak egyet kaptak. 35%-kal nőtt meg a forgalmunk a tavalyi időszakos arányhoz képest. Hozzáteszem, a nagyon-nagyon nagy mértékben nőtt a briket forgalmunk, tehát ez kisebb kiszerelésben, kisebb csomagolásban, gondolom én a kevés keresettel rendelkező emberkék, a rászorultabb emberkék, azok ennyit tudnak áldozni a tüzelőre, és nagyon sokat ebből hordtak el. Tarsoly László hozzátette, az is lehet a hiány oka, hogy szigorítottak a kitermelésen. A Nébik tavaly vezette be a faanyag terméklánc felügyeleti rendszert, aminek célja az illegális fakitermelés visszaszorítása, valamint az erdők és a környezet védelme.